push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, go fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. Na, hello, bello, sziasztok! Csókolom. Tomi is itt van, csak most éppen volt egy kis pillanat, nyit dolga neki. Na, mizu van amúgy? Amúgy kivel mizu van? Mindjárt beállítok mindent, előbb-utóbb el fogok ám fészkelni. Azt még tojás is rakok. Töltők, töltőhegyek, bazdmeg, annyi kábel van itt. Kábelgyártók lehetnénk már lassan. Na, akkor úgy vagyunk, hogy jól vagyunk, farming van, majd mindjárt jön Tom is. Addig viszont belépünk a szerverre. Nem tudom, hogy hol tartunk, mert ők, na itt vagy Tomi, pont mondom, hogy mindjárt. Na, sziasztok. Na, szóval pont mondom, hogy nem tudom, hol tartunk a földön, mert te voltál fönt egyszer-kétszer. Háromszor, négyszer, ötször. Na, hát akkor igen. Akkor én csak 2-3-ra tudok. Kigondoltam valamit azzal kapcsolatban, amit mondtam. A szőlős? Aha. Na majd megmutatom, hogy mire gondoltam utólag. Jó. Utólag mire gondoltál? Az mit jelent? Kész? Nem, vártam inkább vele. Jó, szóval nem tudom, hogy ez a pak kér-e annyit, amit most néztünk. Találtunk egy pakot a játékhoz, vagyis van egy pak, csak találtam egy videót. Azt átküldtem itt a Tominak. Igazából arról szólna a dolog, hogy letelepítünk egy gépet a raktár elé, és csak hordjuk oda a füvet pótkocsiba, beleöntjük, és magától báláz, és be is rakja. Tehát, hogy igazából csak az viszont lehet, hogy kurva jó lenne, hogy csak vágod a füvet ebben, meg csak zabálod fel, és 10 kör kocsit kell vinni oda, vagy 12-t. Ja. Hát nem tudom, majd megbeszéljük. Én amit láttam... Ó, nem mond, de kimond egy 18-as, de... Úgy oldotta meg a srác, hogy... Nem tudom pontosan az milyen mód, de valójában csak egy... Hát... aggregátor. Hogy nem is tudom minek nevezzem. Aha. Annyi lényegében, hogy megtankolod, és van rajta egy kardán kihajtás, nem kell traktort oda elé raknod a bálázóhoz, illetve az egész monstrumhoz, hanem csak azt odarakod és szevasz. És sokkal kevesebbet fogyat, viszont simán elbír vele. És akkor abban hogy adagolta a füvet? Ugyanúgy összeszedte a kocsival, beleöntötte. Csak annyi, hogy nem traktor van neki előtte, ami ugyebár sokat zabál, hogyha állandóan megy a motor. Aha. Nem akar.
állatokat néztem, mikor kiléptem, hogy kb. Félig vannak. Mindjárt rakok nekik. Azért tudod, valaminek, valamivel már annyi füvet termelünk, bazznek, hogy igazából másfél-két stream elmehetne csak a füvezéssel. Valami felgyorsult dolgot ki kéne rá találni. Azért gondolkodtam csak, hogy... Ezt megláttam, mondom, geci, mondom, milyen jó, csak le kell vágni a füvet. Főszívja, tehát nem is ízzel kell menni, meg megállni, meg mit tudom én. Meg szépen ő elcsomagolhatja. Igen. Amúgy különben megérsz azért gyorsan csomagol. Én csak annyi volt csinálva, srácnál is, hogy végül is oda beratta a seggét, ahol a beállákat kidobálja. Ja, és töltötte bele, azt kész. Lényegében begurult az izébe, tárolóba. Igen. Azért tetszik nekem is, hogy nem kell hozzányúlni. Mondjuk kitedésnél lehet, hogy újra van. Hát azt el tudod húzni. Nem. Nem tudod elhúzni? Miért nem? Hát szerintem azt fixen felett. Nem, szerintem az el lehet. Szerintem biztos el lehet húzni, vagy valami. Az úgy viszont hülyeség lenne. Szia! Hát igen, én is gyorsulni szeretnék a folyamaton. De azon gondolkodunk, hogy van egy DLC a játékhoz. Érdemes-e kipróbálni. Hát mondjuk annyit tudok, hogy letöltöm azt a modot, amit mutattam. Hogy mennyire van ahhoz képest, ami a DLC. Mert valójában ugyanaz a neve. Csak aha. Annyi... A képeken a bálázókat mutatja, meg az eszközöket hozzá. Nem konkrétan azt a nagy több gépet. Lehet, hogy ugyanúgy tartalmazza, fogalmam sincs. Lehet, nem tudom, persze. Hát ja, hát ha van időd rá. Nem tudom, az a DLC. Nem probléma igazából, mert nem arról van szó, csak... Ére annyit. Ére annyit. Igen, fölösleg. Igen, én nekem is ez a bajom, mert nem, tényleg nem az a 3000 forint, vagy mennyibe kerül. A folyamat úgyis fel játszunk vele, csak hogy... Fölöslegesen azért nem éri meg. Szaggat? Nálam nem szaggat. Nálam sem. Stream. Meg a bitráta is megvan, sőt 6000 fölött van. Milyen sokat gyarakta? Hát ja, elszámoltam magam egy-két bálával. Kettőt akartam hagyni, de mindegy. Majd lezabálják. Füvet kell majd vágni. Na igen. Mi az, amit akartál megbeszélni? Akkor internet problémád van. Az internet probléma lesz. Az internet. A tökéletes Vodafone internet. Na, mit csinálunk? Ezt majd le kell izélni, igen, ezt tudom, ezt megbeszéltük. Lemötceni. Ezt akarod betölteni, nem? Ezt az egészet. Hát... Idáig, ezt az egész részt. Az is megoldás, viszont... én arra gondoltam utólag, hogy átrakni a 19-re az egészet. Szőlőt? Jézus Mária! Hát a kukorica is kell. Hát az mehetne a 20-asra vissza. Mert igazából a két föld annyira nem nagy különbség. Tegyük már fel azt az addont, amit beszéltünk, ez a fél tököm tudja mi. Rakjuk. Ja, akkor viszont kilépünk. Leventem egyszer. Mert azt állandóan erről beszélgetünk, hogy mi mennyi, aztán igazából tök jó lenne, hogyha csak... Mentés, kilépés, oké, addon telepítés, szerverreállítás, ilyenek következődnek most. Jó, úgyhogy azt mondja, hogy nekem egyszer le kell töltenem, igaz? És onnan tudom föltenni. Azt mondja, hogy field valami. Info. Field Silo. Additional field info, pontos neve. Nálam mondjuk telepítve is van.
Ez az. Tudtam, hogy ez az. Na, gyorsan felrakom, és akkor mindjárt nyitok egy szervert, mert fel is dobom oda is. Oké. Okay. Igazából, ami szerintem hasznos. Igen? Olyan, hogy Simple Inspector. Itt látod, hogy a másik éppen mivel foglalatoskodik. Egy fél másodpercet várj egyszer, hadd találjam meg magam, mert azt sem tudom, hogy hol vagyok. Itt vagyok, meg vagyok. És akkor itt meg kéne keresnem ezt a field. Mi volt ennek a neve? Addition Field? Addition a Field Info. Megvan. Oké, egyszer uploadoljuk. És akkor mindjárt nézzük azt is, amit mondtam. Mert elméletileg most le kell állítanom a szervert, így van. Jó, melyik másik, amit mondtál? Simple Inspector. Simple Inspector, aha. Jézusom, de ez mekkora, ez egy csomó szöveget ír. Hát jó, hát ha úgy be van állítva, igen, de le lehet ezelni. Minimalizálni. Jó. És akár. Oké, akkor föltesszük. Azt mondod, hogy jó vagy, te szoktad használni, akkor hadd menjen. Engem nem zavar. Igen, itt az a lényeg igazából, hogyha mondjuk aratásnál vagy olyannál, aminél a másiknál jól lenne látni, hogy mennyi van benne a gépbe. Kiírja konkrétan. Tényleg aratásra tudom mondani, hogy hasznos, mert látod, hogy a kombányban éppen mennyi van, nem kell állandóan átugrálni. Simple Inspector, az az upload. Nagyon guten tag. Jussi, van upload. Upload? De itt upload. Oké, okay, elméletileg minden fasza. Nyilván én csináltam. Oké, okay. Save, start, és akkor most egy perc kb. Aztán lehet főmenni. Ha minden gut. Na. Na mi, ott van, megjött, jó van, szerencséd. Hát őt is. Emeltek, hogy most be lesz az adon. Be lesz az adon. Na jó, már? Újra léptél az internetre? Vagy valami ilyesmi? Vagy, ami még szaggatozhat, az, hogy nézd meg a player ruházba, hogy nem-e van frissítése a Twitch-re. Az is szokott ilyet csinálni. Telefon. Aha. Ott is én már szoptam be, de nekem már két napja nem engedi fővenni ezt a retkes banánokat. Van itt a fő, most engedte. A kis kóva. Nekem folyamatosan engedi. Nekem nem, nekem beszokott bugolni, de nem tudom mit. Na jó, nyakon vágom, fahoz vágom. Van már 29,500 banyány. Banyánya, nekem nem tudom mennyi, nem is néztem most nem. Hát most gondolkodunk a márka, hogy miket lehetne kitalálni a fogyasztásra. Banánfogyasztás. Aha, oké, okay, látom, látom, egyszer ez megvan, nagyon. Azt a kurva, meg látom a izét is. Hát ez kurva jó. Ez kurva jó. És ha ráállok most a földre, valahogy? Ott tudja mutatni, ahol a vásárlás van. Arra, aha. Igen. Most jó, oké. Szuper. Na, hát ez 275, az meg 360 valamennyi. Ja, azért van diffi. Jó, de az maga a föld. De nézd meg, hogy például a mi az 15-ös most a vásárlásnál, hogy ott van az a háromszög rész, ami ugyebár nem esik bele. Hát ha rajta vagy, akkor írja a landet, meg írja a fieldet. A field itt 1.35 a szőlőnél, a másiknál meg 1.57. Elég lehet? Kukoricának? Kukoricajancsinak? Szerintem bőven, mert így is a silóba raktuk a fölösleget. Tényleg, bazzeg, igazad van. És akkor ezt az egészet be akarod szőlőzni? Hát ez beteg. És akkor lezaboltál mindent? Ja, hogy kenyérnek, mi? Ja. De hülye vagyok, rosszat nézek, bocsi. Igen, amúgy nem azt
Fölé se tűnik egy szóval. Istenem. 1.98-2.77. Hát ja, csinálhatjuk. Akkor viszont szét kell bombáznunk mindent, nem? Ja. Van annyi pénzünk erre most így? Jó kérdés. Volt sound, én hallottam a soundot. Mondjuk én nem, mert hát ugye a DT-n nem hallatszik át. Hát... nem tudom mennyi pénz lehet, mert akkor a gyárat is le kell bombázni, azt is át kell rakni máshova. A gyárat oda gondoltam a végében, ahol van az a háromszög része. Mert igazából semmi más nem kell, hogy elérhető legyen, csak az, hogy be tud dönteni. Ja, izét a vasúthoz mondod, csak nem biztos, hogy engedi, azt meg kell nézni. Nézted már? Próbáltad már oda tenni? Van ott bőven hely, szerintem nem gond. Anyáj, nézzük. Amúgy nem próbáltam, de... Emiatt a átalakíthatjuk, ha azt mondod, hogy jó lehet, akkor csinálzuk. Ezt mondod itt? Itt a 19-es tetejét? GG! Hát egyébként igen, itt egy kicsit beforgatom, lebetonozzuk egyenesre, tudod, hogy itt földből annyit elveszünk, hogy egyenes legyen, az kész. Két szőlő üzem is ide fér. Úgyis csak a rövid oldal végéig gondoltam. Ja, idáig nem, így azt mondod, hogy itt egyenesbe leszedjük a földet. Igen. És akkor ott leszedjük, akkor lebetonozzuk, aztán lehet rajta járni. Ott. Odáig, ahol vagy. Láttam. Idáig kb. Aha. Itt bőven van annyi. Ez mi a rák, amit ide letetti? Az a hülyebb, azért törmeléktörő, vagy mi a tököm. És ez mire jó? Összeszedtem a köve. Ja, aha, ja. Rohadtul zavart, hogy izé rajta van. Ráérted, igen, értem. És hát mivel most ki van kapcsolva, elvileg el fog tűnni, mert igazából megcsináltam már két kis alsó földnél is, és most egyenlőre nem látom. Pedig azóta már ugye volt csinálva a földdel ez a... Figyelj, az épületből ki lehet szedni a szőlőt valahogy, ami benn van? Azt nem, azt most már muszáj van megvárni. Na, hát akkor ez gáz. Na jó, de hát addig maradhat, nem? Jó, akkor ja, csináljuk azt. Pedig igazából egy nap alatt elhasználja nagyjából. Csináljuk azt, hogy akkor ott leaszfaltozom a területet a gyárnak, majd amit beszéltünk, és akkor elkezdheted berakni szőlővel. És akkor legalább abban haladunk, és akkor ezt meg nem is, le is bontjuk ott a szőlőt, tudod, a izé körül. Úgyis most ugyanabban a fázisban van. Milyen színű legyen itt a talajtak, mindegy, nem világos vagy sötét szürke. Nincs olyan, hogy azt lehet, hogy moddal meg tudjuk oldani. A betont azt föl lehet talajlazítani, vagy földet kell lerakni? Földet kell lerakni, gondolom. Tehát, mi hogy... van? Még én sem tudom. Tehát, hogy ezt itt látod, ahol itt a szőlő körül ilyen földes rész van. Hát vissza tudjuk alakítani, mi földi? Azt be kell szántani. Aha, jó, oké. Okay. Azt majd össze kell szántani. Jaj, értelek. Én már értem. Azt de most legalább megnézem, milyen talajok vannak. Most úgyis van idő. Ez kavicsos, ez milyen gusztustalan. Azok nagyon hülyén néznek ki. Jézus Istenem. Az meg kő. Az meg nem is tudom. Hát akkor marad a hagyományos szürke, nem? De egy gusztustalan! Jó, akkor ide beállítom eztet, így jó nagyba. Meg be kéne forgatnom, igaz a területet? 90 fokba? 90-be, igaz? Vagy bár kérdés, hogy a föld 90-ben van. Mit csinálsz? Hát bazzag, akkor megcsináltad. Akkor tiéd a pálya. Igen, mert én már rámentem, előre gondolkodtam. Ja. Én meg izé vagyok, pálmafa.
Útba lesz ő, költözi arrébb. Kiviheted egyébként ilyen félszögletesre, vagy mit tudom, ilyen deltoidot, ha csinálsz, az is jó. Jó, hát akkor szőlőt is terakod, én akkor pusztítom ezeket. Az legegyszerűbb. Csak még mindjárt kitalálom, hogy hogyan. Mondjuk azt jó lenne megnézni, hogy hát milyen szögbe van. Rajszögbe. Vagy melyikre gondolsz? Rajszögbe. Az jó. A nagyjából is találtam. Bazd meg, egyesével kell lekattingatnom? Aha. Ne nem különben. Nyomba tartom és nem a kellő. Beállítom nagyjából a szöget. Tartom a gombot és kikapja az egészet. Már rá tudsz menni itt az ére, lebontásra. Jobb oldalon, amit ír. Azt csinálom, de csak egyesével izélje, nekem meg előre fele kell menni, tudod? Így. Látod? Ha tökre rajta lennék, akkor igen. Azt az anyád, ez rosszabb, mint egy meccés. Van az a píz. Azt a kurva életbe. Azt nem embernek találták ki. Nem ember, nem ember. A nevemben találták ki. Na, mindjárt megoldom én ezt. Kibaszok vele, vagy ő velem, de valaki, valami lesz. Na, elég lesz ennyi. Fogalmam nincs. Az egészet ültesben, nem? Vagy mit akarsz? Ja, hogy területet csinálsz. Mindjárt megnézem. Rajzolok. Ögyenlőre. Hát igazából két gyárat le tudunk ide tenni, ha ennyi szőlő lesz. Kelleni is fog szerintem előbb-utóbb. De jó, persze. Mekkora muti? Oh, bőven. Kettőt kell majd letenni, hogy kényelmesen oda lehessen férni, az csók. De jó, hát ezt mondjuk még ki lehet izélni. Festéssel bővíteni, az majd... Azt mondod, ki lehet hazudni? Meglátjuk, hogy hogy adja ki. Ebből mi lesz? 270-nel viszont baj... Ah, nem jó. Jó a 270. Mikő nekem? Örmelés. Gyümölcs. Most ugrik a majom a víz, hogy mennyi a szőlősor. Ja, egy szőlősor. Mi egyet lehúzol és akkor... Hát az elég, mert az annyi, amennyi itt volt összesen. Amennyi mindjárt roppan egy százas, mi? Hát bonsd már le, hát most nyomkodjalak, vagy mi van? Amúgy lehet, hogy szerverendben van az éve, hűve. Micsoda? A szőlő. Bontás. Nyomjunk egy repert. Lehet, hogy csak a ja, a szélsős. Nem, a többi is egy köcsög. És ezt csak így lehet lebontani ilyen izé, ilyen homoszexuális módon? Ugye elmileg ezt így simán ki kéne, hogy szedje. Így nyomkodom, vagy nyomom, vagy nem tudom. Eltávolít. XXXX, Rucifix, Kixfix. Hogy ezt bassz meg. Na, jó van, valami volt. Zárcsökkentés. Ha nyomba tartom, akkor is jónak kell lenni. Na, ez jó. Akkor ez miért nem jó? Lehet, hogy csak ott ragad, nem? Aha. Földek szélén egy buzi. Hallod? De köcsög elmozdul, baszki. Micsoda? A szőlő tőke? Ja, elugrik. Hogy az anyámba raktam én olyan könnyen? Nem lehet kijelölni, vagy valami így egybe, vagy... Egyébként egérrel hogy törlöd? Egyesével kell kijelölni és törlés? 26.461 sor.
Jó, az úgy. Hát most mit tudsz erre mondani? Hát így sor elég. Vagy 20. Hát jó, tudunk eladni ruhát, van ruha meg, mit tudom én, hogyha kell lóvé. Meg tudjuk adni. Na, elvileg most kurva egyenesen leraktam. Baszki egérre menj, meg könnyebb. Ha hagyja magam. Hát most igen. Vagy abban csináltam az adat. De ezt most meg be van bugolva itt. Hopp, ez is bebugolt. Mert akkor csak így rajta kell tartanom. A konzolon meg van egy karikám, egér helyett. Csak karikát kell rajta tartani ennek a faszarnak a közepén. Ezt meg nem is mindent érzik el, hallod? Nem, ez a baj az a szerveren, az a szőlőtörléssel, ez mindig bagos volt. Nem mindegy, akkor majd nyomok egy repairt neki, aztán akkor helyre teszi. Tudod, szerver repairt. Uh-huh. Most jobbat nem tudsz csinálni. Nekünk úgy sikerült törölni, hogy simán a mentést leszettem. Single beindultad, kitöröltél és visszamásoltad. És aztán úgy kitöröltem, mert ott meg nem szarakodik. De ennek mi köze van hozzá? Én ezt nem értem, hogy ez miért... Fogalmam sincs. Soha nem fogom tudni letörölni, bazd meg. Jézus Isten. És ebben mennyi van? Van pár. Értem, különben valamit ezért szépen ezért töröl. Ja, nézd meg, most egy csikot nyomok végig, de az első tőkét azt nem fog. Hopp, ezt is pont rávillad, nem töröltek ide, utána már nincs meg. Utána már nem tudom megfogni. Nem minden, hogy kiloggolunk, tudod, akkor megáll a szerver, nyomunk egy resit vissza, azt megnézzük, hogy mit csináltunk. Jó. Lehet, hogy kitörli, tudod, csak bebugol úgy, mint a földnek a skina. Ez egy előfordulat, hogy csak erről van szó. Na, nem tudom igazából. De volt olyan, hogy kitörlődött, nem láttad, de viszont fizikailag termet. Nem megy menni. Mert az én meg ott maradt. Az igen. Három sorra arrébb kattingatok. Erre két sorral arrébb törlődik a föld. Ezt add össze. Itt minden szimbiózisban van mindennel, hallod? Uh-huh. Hopp, hopp. Szőlő áttelepítés van. Egyébként hitelt is tudunk fölvenni amúgy. Meg ha nagyon kell, akkor fát is tudunk már vágni, a 26 méterek. Ja. Tehát, hogyha nagyon kell lóvé, akkor már tudunk elég gyorsan összeszedni már. Amúgy különben útkor éppen azértem, hogy leraksz egy nagy fát, nagy lucfenyőt, és utána kivágod, vagyis hát lezúzod, akkor több pénzt kap vissza érte. Ja, hogy nagy fát raksz le? Aha. Paforgácsért több pénzt kap vissza, mint a fája. Mennyibe került a fa, jobban mondva. Azt hiszem ilyen 2200, hogy mennyi a fa, és ilyen 8000-et kapsz érte. Egy fájra ledarálod? A faforgácsi. Az kávény. Háromszor annyit. Jó befektetés. Ja. Vagy igazából egy elbaszott matek. Hm?
Most festegeted vissza? Micsoda? Nem, nem, az magától ugrál. Igen? Persze, tehát azért mondom, hogy lehet, hogy kilogolunk, nyomok egy resit és jó lesz. Tehát nem én festem vissza, hanem ahogy törlem a sorokat, tudod? Így utólag 8-10 sorral arrébb eltűnik, vagy hogy visszaáll eredeti állapotba. Az hittem, hogy ezzel már valamit csináltak, de úgy látszik, hogy nem sikerült. Valószínűleg nagyon sok az objektum, tudod? Lehet. És azon akad be. Ilyenkor ugye gondolom számolja a ezeket a tőkéket, vagy nem tudom mi ezt, tudod? És akkor mit tudom, van belőle most letéve 1400, és akkor törölgeted, ugye nézik el, hogy melyiket törölted. Hányadik akadt, tudod? És lehet, hogy annál egy kicsit összeakad a matek. Ki tudja. Ja. 30 fizika. Hát ebből majdnem törültem innen. Na, amiket te például itt hagytál, azokból én tudok törölgetni. Egyet-egyet. Meg nem mindegyiket meg kijelöli, rákattintok. Tehát pirosan, tudod? Rákattintok, és nem törli ki. Tehát, hogy... Azért mondom, hogy... Értem amúgy. Na, majd nyomunk resit, aztán. Megnézzük, hogy mit kezdett vala. Ja, nagyjából ki lehetett azért törölni. Ja. Az durva, hogy ez én. Játszunk mind az obi, és akkor, hogy na, melyik nyílik, tudod, és végigkattingatjuk az összeset, bazdmeg. Majdnem rányomtam az izére is. Szőlőgyára. Vagy hát. Egész jó kitörlődött. Uh-huh. Viszonylag jó. Na. Nyomjunk egy resit? Szőlőt. Na, akkor nyomjunk egy restartot. Mit szólsz hozzá? Mentek egyet? Ó, menj, de már én elsőt leraktam, az azért ne törlődjön. Persze, hát mindenképp meg amit eddig töröltünk, az se törlődjön ki, tudod. Vagy az se legyen vissza. Ó, belenézek a sorba, fasz egyenes lett. Igen? Görbén tetted le már megint? Nem. Na, Cerverius, Indulus, Újraindus. Indistrus. Altak 4-us. Igen, nem, nem, szépen. Szépen lépj ki. Miért? Na meg mit tudom én. Mi a tököm hülye telefon? Nyomok egy javítás neki azért először, és akkor elmehetek, hogyha most újra. Hát, ha megjavítsa a fájlokat. Még benn vagy szaron? Nem lehet! Biztos, hogy nem. Ja, azért az átbaszás. Meg mindjárt eltűnik újra. Nem értem le stopperre, de most látom, hogy 17 van. 17-17. Kíváncsi. Képzeld ma izékor. Ja, hello, hello! Szia! Bocsi. Egy óra után, délután ma azért... Csörög a telefon, nézem, idegen szám. Nem szoktam fölvenni melóba, mert nem szeretem. Meg ugye nem is nagyon tolerálják, hogyha telefonálgatunk. Aha. De úgy kicsit elbújtam, aztán ezért fölveszem. Ótú! Egy nőcske ezért hív, hogy mivel hogy 2017-től hűséges vagyok hozzájuk, hogy nem is tudom milyen ajánlatot szeretne ezért mondani, vagy ajánlani, és hogy tudunk-e ezért beszélni, nem mondom, ne haragudjon, mondom, dolgozok, nem igazán tudok telefonálgatni. Mondja, és mikor érek rá? Hát mondom, soha. Estig dolgozok. Azért, ezt kell, de nem is... Soha, egy 10 másodperc szünet. Azt kell mondani, hogy nem érdekelnek az ajánlatok. Én azt mondja, jó, hogy akkor majd visszahív máskor. Mondom, hívott. Adjanak békén ilyen fassága, megint az emberre rá akarnak valamit ezért kenni. Ja, hát én azt szoktam mondani, hogy nem érdekelnek az ilyen ajánlatok, köszönöm szépen, az viszont lángos. Én azt szoktam mondani, hogy este 6-ig dolgozom, aztán ugye vakarózik, mert igazából 5-ig vannak, úgyhogy... Bazd meg! No?
Hát nem akarod látni. Nem. Nem. Miért? Na, mert nem. De mié? Hát higgyél nekem, vagy nem. Szőlőtök... Szőlőtökét csak ideig húztad el. Nem is húztad végig. Végig húztam. Ha nincs végig. Az szarügy. Az szarügy, az hogy... Hát az szarügy, mert hogy én végig húztam. Hát... Tudni akarod, hogy mi van? Az, hogy a szőlőtökékből az összes visszatermet. Szerintem nem jól lett a mentés. De lementettem, mert a tesorod is ott van. Csak hiányzik belőle egy pár méter. Úgyhogy ez ilyen bugulós történet. Viszont most megnézem, hogy le tudom el bontani, mert most repert nyomtam, vagy ripert, vagy hogy mondják szépen, tudod? Lehet, hogy ott nem kellett volna. Viszont most egyelőre engedi bontani a szőlőt. Látom. Engedi. Csak én vagyok a balfasz. Nem, ezt már nem engedi. Akkor dögöljön meg! Aki kitalálta. Figyelj, nem lehet, hogy ez ki van bontva, és most... Izéval, mi az? Ekével rá lehet menni? Nem. Vannak a dafán? Uh-huh. De hogy a picsába, ez a fa már nem szőlőfa. Az teljesen mindegy, de fizikailag még ott van. Honnan rakesz? Most kidöntem. Eldöntöttem, hogy kidöntem. Hopp, hopp. Ez igen. Ma nem repülésnek indult a izé. Nem nagyon bírja azt a izét. Műtrágya szórót. Nehéz. De ez nagy traktor. Nem. Kicsi. Hopp, hopp. Ez kicsi. Ez kicsi. Nem, ez nem a kicsi. Ne, az a kicsi. Hát nem az a kicsi, mert ez már nagyobb, de amúgy kis traktor. Vettél nagyobbat? Mhm. Ja. Pont elfér még a szőlőtövöt. Át lehet menni rajta, nézd. Nem, ezen már nem. Az a kettőn át, látod? Kettőn át tudok menni. Ezen nem. Mondtam én neked, hogy valami ilyesmi lesz. Szerintem akkor be is lehet szántani. De amint elakadsz, azt nem tudod. Ahogy, látod? Ez már nincs. Ezen már át lehet menni telje, telibe. Nézzük meg. Nézd. Akkor át fog burulni a traktor, geco. Ennyi végigmentem, ez a sor jó. Kell egy ekét hozni, azt meg kell nézni, hogy be lehet-e szántani. Ez jó, ez a sor, ez jó. Itt a legutolsó darab lehet, ami még csisz. Nem. Ez a sor, ez jó. Hát a még bugos fos. Ez egy pusztulatszar. Nem szabad mellé húzni az egeret, az a titka. Tehát egyszer nyomba tartod és úgy bontogat, nem szabad mellé húzni. Egyszer kihúzod, tudod a szőlő range-ből, akkor... akkor megszűnik a bontási lehetőség azon. Azt vettem észre. Nem is nálam, akkor szopad be. Oké, okay, mindjárt megnézem a trakeszt, hogy ezt tud-e valamit csinálni vele. És miért jobb ez a nagy traktor? Könnyebben elbírja a cuccot? Itt mi az, ami van és nincs?
Az meg, de most ezt tényleg ebben szopunk a játékban. Figyelj, itt valami van, ami nincs. Ez mi? Mindjárt elkattanak, ha csak belebaszok a kijelző, vagy kiterik. Mi van veled? Igen, itt ragadtam, hallod? Itt ragadtam, hirtelen alám nőtt valami, bazd meg. Most akkor ilyenkor mi van? Ez leves. Hirtelen lett fizikája az oszlopnak, de úgyhogy rajta voltam. Nézd meg, de tényleg. Na, jó, hogy oldjuk meg, mert mindjárt elkap az idegroham, baszki. Sehogy majd kibeleítkedünk, aztán ezért eltűnik. Nem hiszem, hogy eltűnik, ha most kilépünk. De eltűnik majd. Már csak egyet? Kitörölsz egy sort, kilépsz, utána azért és visszalép, aztán elvileg el fog tűnni. Idegrohamom van. Kiléptél te is? Be se léptem. Hát miért nem? Nem akarsz dolgozni, már látom. Szopjak egyedül, nem? Nem is értelme. Ó, Isten, szopjak egyedül, hát szép. Vagy izé lehúzom gyorsan mentés, és akkor kitörlöm. Hát, akár. Azt még meg kell néznem, hogy hogy tudom lehúzni a mentést. De mindjárt megnézem. Save game. Restore save game backup. Ez lesz az, nem? Nem, az nem, a visszaállítás, az a visszaállítás. Jó, tudom ám, itt van. Save hát. Most valamit letöltöttem. Oké, okay, save game, zip zup, kendel zup. Azt mondja, hogy ezt átnevezem 10-esre, mert olyan mentésem nincs, talán. Ctrl-C. Az meg, hogy ennyit szopni egy ilyen ócska, nyakonvert, ákombákomos fosszar-fossal. Fosszar. Igen. Save game 10. De nem zip kell, bánt meg! Oké, okay, kibontás ide. Remélem nem mind az 1000 fájt eszed ki, mert nyakombáknak. Jó, nem. Ügyes volt. Oké, okay, akkor újraindítjuk a játékot. Jézusom, bazd meg! Mi van? Hát, nézd rá a streamre, nézed? Ugor bele az éjjébe. Taboljál. Benne vagy a vonatba. Nem tudok eltabolni. Minden egy helyen van, minden jármű. Jó. Ja. Akkor ez az éjjébe. Játékbug. Uh-huh. gyerek, jó van, hát akkor ebben a színből legalább ki tudok vágni minden hibát. Van még színből lehet egy hibái a top 100. Karrier 10-es, be van rakva, nagyon jó, indítsájája. Hú, te hallod? De utálod, nem hiszem el. Tegnap a izével baszakodtam, meg ma egész nap van egy kis erősítőnk. És ugye ilyen kis csíptethetős mikrofonok hozzá, többen játszunk tudod egy helyen. És valamiért volt neki elég szép alapzúgás, és nem tudom miért. Ma kibehúzogattam, össze-vissza dugtam mindent. Mondom, vagy túl feszültségem van, vagy nem elég a táp, már vettem egy erősebb tápot, tudod. Hát, ha az az se oldja meg. Most valószínűleg izé van, néztem az egyik ilyen, mert ez ilyen 9-es jackről, akit jött 3-feleset, tudod? És szerintem az egyik szar. Mert kiúsztam az egyiket, az meg megjavult. Akkor valószínű, hogy az. Ja, és így már hetek óta abban szopok, hogy mi a csicska szar van, és kurvára nem értek a hangtechnikához. Csak az OBS-be rakosgattam az összes vissza mindenféle szűrőket, meg mindent, tudod? Jó, nem egy drága dolog, mert nem toltuk túl. Mert annyira nem játszunk annyit együtt. Csak hogy valami legyen, hogy lehessen érteni.
De most már megfogadtam, hogy következő az lesz, hogy veszek normális hangtechnikát, már leszarom. Már idegrohamon van ettől a sok állítgatástól tényleg, hát abban megy el egy csomó idő. Így most szépen törli. Hát úgy törli. Várjál, amibázunk. Én ezt nyomom, te jössz. Háromat kell összehúzni. Aha, majd én rajta tartom az egeret, jó lesz ez. Tiszta izén van, ilyen paint feelingem. Látod, és szépen törli. Aha, de miért? Hardware-en miért bagol be, azt nem tudom. Lehet, hogy kéne neki írni egyet. Millió izé, láttam fórumon, hogy írtak. És nem tudnak vele mit csinálni. Mondom, a sok objektum, biztos, hogy az. Tehát úgy van megírva, tudod, maga a játék, hogy a sok objektumot nem tudja kezelni. De akkor nem értem, hogy ha le van rakva egy sort, tudod, mikor lekattintasz, meg felkattintasz, akkor miért nem egy objektumnak vesz egy sort? És törlésnél is tudnánk komplett sort törölni, aztán újra rakod vele. Igazából a két tőke közötti rész az egy objektum. Mert ugyebár ahogy mész rajta például a levélvágóval, vagy mit tudom én, a géppel és az aratógéppel, ugye amikor rámész, akkor még rajta van, de amint lemész róla, akkor eltűnik. És gondolom úgy van megoldva, hogy egy két tőke közötti rész, illetve hát a kicsit nem számolom, de a két nagy karó közötti rész az egy objektum. Hát nem tudom. Csak így a törlésből adó, vagy gondolván, meg mit tudom, én nem biztos, hogy úgy van az megcsinálva, hogy egy objektum. Csak azért gondoltam, tudod, mert így kockánként törőgeted be az meg, tehát hogy minden kockán van egy objektum kategória. Itt mi alapján eléri, vagy nem éri, vagy hozzáér, vagy nem ér hozzá. Az Egérhegyének kell hozzáérni, vagy hogy van ez? Hát ha rámész az egérrel, a szőlőtőkére, akkor pirosodik, szóval valószínű, ugye? Á, nem látom én azt így messziről, tudod. Csak úgy radírozgatom, és nem tudom, szerintem az egér közepével kell rajta lenni, hogy nézem. Ez milyen elmebeteg megoldása van, ez viszont megoldva. Tényleg. Lerakjuk azt a nagy földet teli szőlővel, soha többet nem szerünk fő szőlőt, csak mondom. Hát, én is úgy gondoltam. Az, hogyha nem fogunk szőlőzni, akkor is ott fog megrohadni, leszarom. Nem lesz belőle rendes föld. Na. Nézzük, hogy megvagyunk-e. Elméletileg megvan. Jó. Akkor most viszont ment csak egyet, igaz? Mhm. Nyomj akár több mentést is, biztosan biztos. Nem bízol a játékba? Na milyen játék ez, amivel nem bízol? Valami simulátor. Ebben bízni nem lehet. Hát ebben nem. Olyan meglepetések érnek. Oké, most bezippeljük a safety-zet. De ne a mappát, hanem a tartalmát. A mappát? Múltkor is úgy csináltam, hogy a mappát. Tényleg? Na jó, hát akkor... A mappába belépsz, és akkor az egész tartalma... Ja, ja, értem, kijelölöm, és úgy nyomok neki ízőt, hogy... Vagy úgy csináltam a múltkor is? Nem úgy működött. Mert én a mappát becsomagoltam, akkor igazából olyan volt, hogy olyan, mintha a mappában mappa lenne, és abba volnának a fájlok. Mert amikor megnyitottam, akkor úgy mutatta. Oké, okay, most megvagyunk. Azt mondja, hogy most föl kéne tölteni. Papa, kettesre kéne rátöltenem, de fönn van a kettő. Akkor azt hogy tudom megoldani, sehogy mi? Lehet törölni. Hát nem de tudom törölni. Nincs ott X, nincs ott X. Olyan nincs. Mondom. Mindjárt osztok neked egy képet. Ide húzom.
Azt mondja, hogy... Én vagyok a balfasz. Igen, egyébként. Jó, na itt van. Hoppá, szerint. Na itt van. Látod? Nem, tudom mi van, tudom, nem tudom feltölteni, mint hogy fel tudom tölteni, csak kettes mentési helyre akartam feltölteni, érted? Ja. Mindjárt mutatom, dokumentum, farming, save game, 10-en belül van egy ez, és ezt akartam feltölteni a kettes helyre, mert ugye ott kettesen vagyunk, látod? Csak ugye ezt nem tudom, de tudom már miért nem tudom amúgy. Állíts le. Így, ez volt a problematik. És most már engedi. Az első az micsoda? Az a gyári. Az ami fönn volt gyári. Vagy csak ráindítottam egy játékra, tudod? Jó. Save game 2. Oké. Feltöltötte, vagy mi a rákbaja van neki? Nem tudom, frissítsd rá. Ja, nem, tudom mi van. Nem. Ez lesz a jó neki. Save game name? Hát mi ez? Semmi. Jó lesz. Oké, okay, most jó. Látod? Uh-huh. És akkor most azt mondom neki, hogy... Válasz ki. Átjövök másikra. Te állat! Ez lesz az, te állat! Na és ha most ott lesznek a szőlőtőkék, bassz meg, akkor unni is rám a játékot, de végleg. Akkor én fogok oda menni szépen. Felgyújtom az egészet. Ennyi. Meglátogatjuk a Giants-ot. Egy segbe partira. Na, ma most nincs szeró. No zero. Na, mehetünk. Nyomhatnánk majd ilyen izét is, majd jön a Márk is úgyis, egyszer-kétszer játszani, beszéltem vele. Akkor nyomhatnánk ilyen izé bajnoksúly, ezt a versenyzős sztorit is. Hú, hát én ahhoz kínai vagyok. Hát én múltkor belementem, nem tudtam hova szaladok, de 10 percig szaladtam a semmibe, tehát egy... Hát én ott eljutottam addig a traktorra, ott izé baromkodtam, de... Normális dolgot nem tudtam összehozni, mert tököm tudja, mit indítottam el, de mentem a traktorra, azt se tudom hova. Hát kettő verseny van, az egyik az ugye max 6-al lehet csatlakozni, és bálarakodó. Föl kell tenni 8 bálát, traktorral, a villával. Kipróbáltam, az működött. Na, a másik meg az, hogy bedobnak egy arénába, ott vannak külön, először úgy vannak, hogy pikkelni kell, tehát... Várjál, valami nem jó. Uh-huh. Mi a picsa van itt? Rossz mentés. De itt a lóvénk. Ja, nem vagyok benne a farmba. Oké. Most jó. Most jó, most benn vagyok a farmba. Tudod, mert a mentés miatt kidobott, tudod, mert... Ja. Na és az arról szól, hogy össze kipikkelitek, hogy ki mivel ne lehessen, tudod, ez annak jó, aki ismeri a gépeket, tudod, hogy esetleg melyik jobb. És akkor pikkelni kell bálázót, pikkelni kell ki, mert kitiltani kell traktort, meg kombányt is. És akkor még nem lettek kitiltva, azokból kiválasztod, hogy mit akarsz. És akkor azok ott lesznek a mappodon, és az a lényeg, hogy lesz egy baszott nagy kettő vagy három föld, hárman bementek az arénába, és 10 percetek van, hogy minél gyorsabban bálázzatok be szalmát, vagy szénát, vagy nem tudom, és el kell vinni a bázisra, bedobni, a raktárba igazából, és azokért kapsz pontot. Minél több bálát hordasz be 10 perc alatt. És hárman kell ezt pörögni, illetve föl tudod tenni futószalagra, akkor fölviszi a plafonra, és, vagy a mi az padlásra, és az több pontot ér. És akkor annyi a lényege, hogy 10 perc alatt kigyűjt több pontot. És akkor néha vannak így a pályán, megjelennek ilyen segítségek, ha jól emlékszem, vagy mit tudom én, gyorsabb vagy, vagy több százalékot ér a bála, vagy ilyesmi, és akkor föl lehet szedni. Ha felszeded, akkor annyival többet kapsz. Egy bizonyos ideig. Tehát, hogy nagyjából így ennyi. Hát azért pihent agyó volt, aki ezt kitalálta, hogy még ebből is ilyen szart. De mondom, ez úgy nézett ki, bazdmeg, hogy én mondtam, hogy figyeld meg a farmikból, milyen bálarakodó versenyt lehetne csinálni, e-sportot.
Erre egy hét múlva kijött. Pont mondtam a Suhinak, tudod, itt rakottam a füveket, meg a minden szírszart a dögöknek. Hallod, lehet, hogy a modok nincsenek bekapcsolva? Nem találom a gépet. Elvesztek gépek. Pont az a baj szerintem, hogy ez aktiválni ki, de nem hinném. Jó, akkor újraindítjuk. Várja, hadd nézzek körül. Nincsen, itt hiányzik egy kombájn, ott hiányzott egy izé. Egy trailer, az autódos trailer, meg ilyenek. Úgyhogy lehet, hogy újra kell aktiválni, mindjárt megnézem a szerveren. Illetve kell, lehet, hogy kell egy riper neki. Tudod, most össze-vissza volt indítgatva. Jézus, amennyit szopni mindennel. Na jó, de a kombáj nem hiányozhat. De hiányzik a fekete. Nem, itt van az én tároló mögött. Tényleg? Persze. De az autolódosok azok nincsenek meg autolódos pot. Például. Azok meg vannak. Alacsony rakodó. Hogy a sima pótkocsikban van benne. De itt van. Itt van. Ja, megvan minden. Jó, van, akkor én voltam, akkor nem tudom, miért ittem. Ja, kicsit nem találtam itt a műzlisnél. Műzlinél. Kis traktort? Nem. Kis traktor sincs meg. Jó, de hát az elmentél, te nem tudja hova. Hova? Még tudom én. Sehova. Ja, oda mentem, ott van szembe. Ott volt egy kis autolódós pót amúgy. Mindjárt megnézem, lehet, hogy megvan, csak valahol tudod. Ah, már valahol biztos megvan. Megjelentés térképen. Ott van, jó, megvan. Az autolódós, azért... Ott van melletted. A két cukros között. Ja, megvan minden. Jó van, na akkor... rak szőlőket, adjak el ruhát, hogy legyen lóvé még? Vigyem el a ruhákat? Meg műzlit is el tudjuk adni amúgy. Tehát igazából vihetek el árut. És akkor rakhatsz sorokat. Én meg akkor bérlek egy ekét, gondolom ekénk az... Ja, de van ekénk, vettél akkor. Ott az a kék. Jó, ez itt. A világ végén. Jó. Most arra vagyok kíváncsi, hogy... Arra is. ...szeretnél folytatni. Akkor valószínűleg be fog bagzódni, szóval muszáj második sort kezdeni. Miért bagosodik? Az bebagosodik, hogyha... Nem, úgy gondolom, hogy nem tudom abba a szögbe lerakni. A folytatást. Biztos, te tudod, én nem értek hozzá. Emelk a nagyekér. Őt nem is visszaállítom, gyorsabb lesz. A szőlőbe az meg leszopatál mindenkit. Hogy ide nem tudsz rakni erre a kis szakaszra, azt mondod? De. Na, ragd már oda, komolyan. Te agyon csökkentett. De nem engedi le. Szőlészeti túltengésünk van, csókolom. Az egészet szántsam föl, vagy csak a főszántatom az egészet, nem? Most már föl kell szántani.
Nem, csak azt a területet, amit be akarunk dolgozni. Közéket tárgyam, mert valami ott parasztiktál, lehet, hogy azért nem tudom belakni. Ha melyik az zavartozó? Nem tudom, valami büdös tartó menni. Most előzben mit csinálok ebben a nyitogatós hülyeséggel? Aha, csak szélesebbre nyitom, aha. Na, közé engedte rakni, jó. Ez az ekézés, ez gusztustalan dolog, nem? De az meg nem engedi a talajszínezést ekézni. Z betűvel válts át ezeire. Ja, hogy nekem nem zébetű, köszi, de jó. Jó, hát bocs. Na, elnézést kérek én is. Föld létrehozása. Mi a kurva fasz sípol kint? Lopják az autót. Nem, ez olyan, mint az egy kutya síp. Ja. Kurva magas, ez egy vékony hang. Akkor lehet, hogy valamelyik asszony hívja haza az urát a kocsmába. Jó, ura. Jó, ura lehet. Hopp! Na most akkor... keretbe kéne húzgálnom ezt, de én nem tudom keretbe húzgálni. Jézus Istenem, ezt AI-ra bízom, vagy hogy csináljam én ezt a terület létrehozását, mert én ezt úgy össze-vissza fogom szántogatni, mint az állat, vagy... De... Majd inkább megcsinálom, hadd úgy. Mert ilyen GP-vel csinálod te ezt, nem? Ja. Hát figyeld, elkezdtem a szőlőt lerakni. Most már tudod folytatni, mert igazából... Ja, hozzá kell igazítani, csak ja. Oké, csinálhatom. 1, 2, 3, 4, 5. Hát elverem az összes lóvét, nem érdekel. Na, jó, hol van? Szőlőtöke? Tudunk lővét. Kínálni, úgyhogy. Azért mondom, hogy elméletek nem gáz. Már pont azzal a foskalicskával kezdte el szántani. Há, mennyi másikhoz? Hát de ott van minden 2 kilométeren belül. Várjál, mert én nem értek ehhez. De értek, nem viccelek. Na, hún az a nagy traktor, persze állat. Amikor álltál fel a másik oldalon. Ugye, hogy nem is én vagyok a ludas. Távolság túl rövid. A vastagság meg nagyon vastag, mi? Kanyarodjál már, bassz. Ezt így kell, ide kell, idáig kell, igaz? Ha! De kurva jó vagyok, ezt el sem hiszem. Jaj. Gyere, traktor, gyere! Jól már az eke! Mennyire kell ezt lehúzni, csak idáig, nem? Jó, nem tudom még. 9003. Az jó, mert igazából valami mennyi volt benne? 19000 kb. Hát ott van, hogy mennyi durant le egy nap, 6000 valamennyit. Azt hiszem. Igen. Aha, ott a ciklus. És azt hiszem egy-egy nyomat el, egy mazsola, egy sző, vagy egy sző, de egy mazsola. Hol a zsola? Itt a mazsola. Azt hiszem 1/1-ben. 480-at. Annyit nyom el egy nap, úgyhogy másfél-két nap. Jó, hát igazából annyira nem vagyunk. Na most a kukoricát leültetjük így izéba, így formába, aztán majd következőre meg majd le lesz durrantva. Hát vagy előkészítjük, és az, ha kifogy, össze lesz az szánta teljesen. Ja, az is lehet, ja. De tudod, hogy én nem tudom. Félelmetesen jó vagyok. Nem tudom, hogy miért ezt a traktort hoztam. Hát akkor meg ne engem szóljál, meg oda leütöm a legjobb traktorba, az meg te meg vihetsz magadnak, amit akarsz, és az se jó. Akkor van jön. Igazából a sima traktorral sokkal egyszerűbb. Nem kell hozzá ez a napdög. Ez kiseke. Hát jó, 350 ló kell hozzá, az csak. De miért nem hoztál ki nagyot? Miért nem hoztál ki nagyot? Már az undorító. Szerintem az összeseke undorító, úgyhogy... Hát, az az undorító, aki mi találta a helyét.
De tényleg egyébként. Hogy végig szántanám vele a fejét. Odaadnám neki a játékba, bazd meg, gyere szánts be az egyik fődet, nem kell legnagyobbat, a közepeset. Ja. Nem ki is vennék a játékból. Három soros ekével 50 hektárt. A haja kihullana. Biztos. A lóvé már fele lehetünk. Fölőnek fele kész. Persze. Nem úgy néz ki. De, hidd el. Nem, hogy igen. Na jó, mi ad neki? Kormod ki azt a traktor, mert dízeles. Ez már vízgőzt, izé. Ja. Ó, jó lesz, ezt be tudjuk, bazd meg, de azt tudod, hogy te fogod ezt gondozni. Ajaj. Ezt megnyerted. Unalmas éjszakai óráidba, megvan a melód. Azt néztem, hogy amit szántottál, az köves. Az jó szar lett. Nem, de azt néztem, hogy nem köves. Nem lett köves. Jó, akkor az úgy fasza. Kutya fasza. Fasza kutya. No, GPS. Always, 5 méter. Always Ultra Touch. Na, mindjárt kész vagyok. 270. Okocska. Pantörpikus. Fél traktorunk is van eladó, úgyhogy igazából tudunk abból is lóvét csinálni. Mert hogy? Hát lóvét, hogyha akarunk megcsinálni. Kurva. Nem is gondolkodtam, baszki, ezért rámentem a földre. Úgy, ahogy van. Az igen. Ennyit nem. A nyereségről. Amúgy különben ezért tegnap lett beültetve, úgyhogy még nem kapja ki a dolgot. Az abból átlan lesz. Ez így nem jó. Ezt el kéne tónyi. Szerintem még három sort tudok letenni kb. Uti? Nem? Másik irány? Az meg ekkora szőlőföldet, nem látott a világ alatt. Szerintem még egy ember nem volt a játékban, aki ezt kipróbálta, hogy a legnagyobb földet durancsuk be szőlővel. Főleg úgy, hogy nem lehet AI-ozni. Mondjuk a Curse AI-t azt kipróbálhatnánk erre. Hát ezt meg lehet neki mondani a sorokat, aztán kész, mindig csak végig megy, nem? Nem csinálja a szőlőt a gecó. A Curse AI. Jaj, az igen. Azért mondom, hogy arra gondoltam, hogy azt ki lehetne vele próbáltatni. A szőlőre pont jó lenne. Azt mondja, hogy... Na! Hát kész van. Csodálatos. Hát kibaszott jó voltam. Hallod, még így is hosszú ám a sor, nem ám hosszába. Hogy így? Hát így, szembe se látom a városházat. Ezt most be kell trágyázni. Jézus Isten. Szembe van a városháza. Én már a favágás várom, az biztos jó biznisz lesz. Valaki kis traktor. Itt van. Valaki elvitte. A műzli. Műzli. Van... 4... 8 raklap bele. Úgyhogy azt is el lehet adni, gondolom, mocskos olcsom. Nem tudom. Mindjárt mondom. Maizli, hol a Maizli? 6700-ért megy. Hát alacsonyan vagyunk, a július. Legalacsonyabb szinte. De hát mindegy, akkor is lehet belőle 40-50 ezeret csinálni. Úgy ezt most ilyen aszfaltos lófasz lett a szőlő. Nem, az a barna lett a szőlő helyett.
A szürke rész az, az amit mi rajzoltunk rá. Betrágy ez az egészet, nem egy sorra arrébb kell mennem. Ó, Tannenbaum! Hogy a viszket is ragadjon a nyakadra. Viszketek vagy, amit akartok. Ennyi. Jézusom, nem látom a föld végét. Nem is fel. Hát igen, ez szomorít el. Ezért kapásból kell vennünk még három gépet majd, ami aratni fog egyébként. Ja, látod mondjuk, ezt idejétem el is. Gondoltam én már erre, hogy egy kicsit megkuningolni azért. Nem, amúgy különben van olyan mód, hogy megneveled a sebességét az aratásnak. Elméletileg én ezt most lepermeteztem. Ehe. Megtrágyázva 50%. Hát hibát, mert ezt is én csináltam. Annyi törpikus. 277 hektár van, 2,77 hektár van be. Ütetve, szőlőve. Csak úgy mondanám. Az előző 1,3 vagy mennyi helyett. Ugye szerintem ezt megint kibaszásból csináltad. Jövő héten megint elmész izélni. Pont beérik a szőlő. Mizélni megyek jövő. Dolgozni. Ha most tudsz jönni, tudod, mert délelőttös vagy. Jövő héten meg délután, és azt izélj majd, de röhögsz rajta rajtunk. Szopó ágazat. Nem így gondoltam. Ja, azt kell végig is tudom húzni azért nekik. Löszopóval. Majdnem olyan, mint a profi lennék. Aha. Akkor egy kicsit ne legyél kocsog. Oké. Okay. Jó, a méhek útban vannak. Na, ne ezt kezd el. Másik földön is útban voltak. Nem nagyon, csak egy kicsit. Hát azok dolgoztak eleget. Azokat mondjam. Rakjam oda az ekének a végén. Aha, látom, hogy műtrágyából mennyi van nálam. Aha. Most kezdtem el nézni csak a dolgokat. Dízeles 92%-os vagyok. Nagyon jó. De meg nem csinál semmit, azt írja. Na. Hát azt írja. Egy traktorral furikázgatsz. Ott vannak még a felkiáltóak is, hogy mi a fuckot csinálsz? Láttam, hogy emlék körbehajtom az egy mazsola gyárat adni. Ja, most kontúrozod? Na, hát... Kör alatt húztam. Jézus Istenem, ez a szőlészet, hallod? Már borászatot csináltunk volna. Ennyi szőlőből. Na, meghúztad a kontúrt? És... És jó volt? Nagyon. Dújva volt. Hagyja még tudba a traktort? Ott. Hát, földem, valahol. Ne hagyja. Földem aztán. Max arrébb tolod. Nem, nincs az itt tudba. Na, hát akkor nem is kell dolgozni semmit, jó, akkor.
Füvet kéne, de azt meg ki kéne derítenünk, hogy hogy csináljuk. Szerintem annak már nem állunk neki ebbe a streambe, amúgy is. Azon gondolkodom, hogy valamit lehet szépítgetni, letenni, ide rakni, oda rakni, tudod. Kényelmesebb legyen valami. Hogy termeljünk ki egy-két fát, legyen lóvé. Mennyi maradt? 150. Azt hiszem, a ruha mennyiben van, mert van egy pár raklapunk. Júliusban el tudjuk adni 22 ezerért, és... Nem fog különösebben bohózkodni itt azért szőlészetnél. Elhúzom mögötte, aztán viszont látás. Annyi. Ez a darabka már igazából nem, azt nem szoroz. Hát 6 raklap ruha van. Ezt el lehet adni, az mondjuk a 100... 120, 132. Az nem rossz. Hallod, itt a kerítés lebugolt a földbe. Igen? Uh-huh. Látod? Ja, nem nézed a streamet. Ezt nem nézem, de gondolom, hogy hol vagy, mert én is tapasztaltam olyat valahol. Valahol messze délen. Igen, pont. Kikeletem. Hát elviszem akkor a ruhákat, akkor legyen valamennyi lóvénk, nem? Jó, nem kövesedik ki, akkor úgy jó volt elképzelés. De rohadjon meg, le kellett ezért talajlazítózni előtte. Kövesedés, mint ahogy mielőtt, na az... Jó van. Tehát itt akartam. Szépen leraktam a földet, aztán utána talajlazítózni, és utána mentek csak a követ. Mert hiába mentem rá a kőfedővel, nem csinált semmit. Aha. Elküldtem a izét, hadd dolgozzon a Johnny. Nézem fél óra múlva, hát ez a... Mi miért jöttem, mi? Nullába végigment az egészen. Az nem kemény. Volt, nem volt semmi a kőfedőbe, mondom, rohadtál volna, hogy... Hát az azért dolgozott a semmiért, de legalább ki is fizettük, nem? Szép munka. Hát, nyilván. Elviszem a ruhákat, elviszem a műzdiket. Nekem mondjuk konkrétan úgy van beállítva ez a Simple Inspector, hogy csak az aktív dolgozókat mutatja. Szóval igazából csak ketten látszódunk, két sor van nekünk. Hát meg amúgy is ketten vagyunk a szarom. De úgy van alapból beállítva, hogy mutatja azt is, aki nem aktív. Mutatja a pótkocsikat, meg azért... Hát az nem baj, mert tudjuk, hogy kit kell nyakon vágni. Na, azt mondja, hogy kicsit rápörgetek egy órácskát az időre kb. Oké, meg vagyunk. Úristen, esküszöm, hogy ezért gondoltam rá, hogy lefényképezem, hogy milyen ezért okádét rúsnya cipőt találtam. Hol? De ezért nálam. Ja. Elhova. Az a divat. Hát, biztos, hogy az a divat, mert kurva sokat rendelnek. Tényleg? Most. Nagyon nagyon rúsnya, tényleg. De akkor pont azért. Olyan
Hát, hogy bőr vagy műbőr, ez jó kérdés, de inkább műbőrnek néz ki. És olyan, mint ami már 50 éve gyűrögetve van. Az kemény. Ilyen gyűrögések látszódnak. És ilyen olajzöld színű, azt hiszem, hogy leggarítóbb benne. Mert van más színű is, de az olajzöld az brutális. És akkor még vannak varva a fűzőhöz, illetve hát a fűzőlyukak köré ilyen levélformájú, vagy cseppformájú bőrdarabkák igazából, amik hát sárga, piros, kék, ilyesmi színek. Jézus Isten! Nem tudom, hogy ez... Az olyan masszívan elbaszott valami szar. Kurva ronda. Hop, azaz, jó van, nem... Jézus Isten, te szegény izét, gyárat azért körbe szántogattad. Mondtam, hogy körbe szántam. Na, az igen. Hoppá. Az meg nagyon nagy az a szőlőterület. Ne? Vagyis? Még jó, hogy lassan érik. 19 ezer nagyjából, ami lejött a szőlőből, igaz? Aha. Na most lett kétszer akkora a terület szerintem. Na és... Régen, mikor a másik sráccal játszottam, nekünk volt 90... majdnem 100 ezer szőlő, ami lejött belőle. Azt hiszem ilyen 40-45 port számoltam, hát és hosszra nem tudom, de kb. Ennek a háromszorosa. Jézus, nem. Azóta nem játszik a játék, ami kiégett, nagyon durva. Mint főtt aztán, de hát igazából úgy volt az aratógép is, hogy azt hiszem, hogy 25-tel vagy 30-tal tudott aratni. Ketten nekiugrottunk, hát így is volt igazából egy jó nem is tudom, egy óra körülbelül, mire végeztünk. Na, akkor ebben végeztem. Kérdés, hogy a fák mikor érnek be, nem? Melyik hónapban? Most a második fázis vannak, most már csak egy kell, nem? Igen, az a baj, hogy nem elégszem, hogy melyik hónapban lettek ültetve, mert... De valamilyen tavaszi, gondolom. Igen, már... Ez nek 2,5 kell, vagy 3 év? Vagy az egyiknek azt hiszem ennyi kell, a másiknak? Kettő között kb. Úgyhogy több mint 2,5, viszont kevesebb mint 3. Ilyen 2 év, nem is tudom, 9 hónap. Mert amit én kipróbáltam, az márciusban ültettem, és mikor átmentem januárba, a harmadik éven, akkor már ezért meg voltak nőve. Ha? 5 évváltásnál, lehet, hogy itt is úgy lesz, hogy ezért... Évváltásnál lesz. Hogy évváltásnál már... Akkor lehet, hogy most januárban már jó. Van szilázs, azt is el lehet adni, néztem be, ami be van tározva, az szilázs. Egyet oda raktam ki, próbálom. Ja, én is úgy szoktam, hogy lássam. Bár mondjuk írja az egésznél. Írja. De nem tudod, hány százaléknál van, én is azt is szoktam kirakni. Akkor lehet, hogy el is viszem őket egy körre. Ez mondjuk nagyon olcsó, nem? Ja, nem tudom, megnézem. Hát mert az ilyen december, január, február... Azt mondi, hogy... Alohomora.
Vabujta Nóra, Szilázs, 444. Jó. 444. Aha, az legalja. De 444, és az nem olyan pénzbe rossz. Mindjárt kiszámol, ha mennyi a diffi. De mennyi a teteje? Hát 570. Uh-huh. 130. Mondjuk sok. Ja, mindjárt megnézem, mennyi bála van benne. 88x 5005, mindjárt számolok egyet. Azt mondja, hogy 88x 5,5, az 484 szorozva 130-al, az 60.000 diffi, 63.000 diffi. Az nem kevés. Igen, azt mondja, hogy ezt felszorzom a 444-jel, akkor most 215.000-et ér. 215.000, vagy 278.000. Hm. Tehát, hogy van 64.000 diffi van benne. Viszont, ha a tetejét akarjuk kivárni, akkor még nem lesz belőle pénz mostanában, hogy nézem. Mert akkor az január. Tehát fél év múlva. Na jó, de viszont most igazából úgy költeni nem nagyon fogunk. Hát most egyelőre nem, ja. Jó van. És az, hogy a szőlő hogy adja ki. De igazából az egész földet betudtad. Be, ja. Ezt a izét kell kitalálnunk, ez füvezés majd, hát ezen gondolkodom. Ma úgyis beviszem a gépet, ma akarok csinálni videót, meg egy-két dolgot. Melóba, most lesz időm. Esetleg nézhetünk olyan fűszedőt, aha, aminek szintén van ilyen bizonyi rendsodrós lófasz. Mert hogy vannak olyanok, és nem kell izé 800 méter, mert vannak olyan elbarúttak, de mit tudom én, egy 15 métert, ha már összehúz, az bőven jó. Ja. Jó van, ez a rész, ez megvan. Kurva nem tetszik ez a terület amúgy. Én legszívesen szerint lebontanám ezt az egészet a pitchbe, és kiegyenesíteném. Hát az alapbázist. Ja. Hát azt már... Az rendesen el van kurálva. Hop. Lehet venni 10.000-ért egy autót. gazdaságilag. Soha nem értettem ezt az autót benne. Miért akarod, az jobb? Ez mi a rák? Ezt mondd meg, hogy ez mi a rák, ez a tépakú. Mi? Tépakú. Ja, súly, ja! 500 kiló súly, de akkor ezt mire lehet rátenni? Hol látsz olyat? Az egyebekben. Nem, az egyebekben van. Csak nézegettem, hogy mik vannak, tudod. Egyéb. Van ez a kerék, ez a negyedik. Ja, hát az silótömörítő. Szerintem. Ja, várj, a súly segít a földön tartani a traktor kerekét, és javítja az egyensúlyát. Ja, akkor nem. Mert van ilyen is silótömörítő. Hát csak nézegettem, milyen gépek vannak, tudod? De... Hát azt gondolom, hogy fölcsatolod, aztán... Húzza maga után. Nem borul hátra a traktor, de hát annak mi értelme? Hát nincs olyan nyomaték benne, baszk, hogy két kerékre áll. Egyébként lehet, hogy egyszerűbb lenne silóznunk a szilást ilyen mennyiségnél. Az is lehet egy megoldás, nem? Igen, csak ugye hát akkor meg Járkálni kell rajta a folyamat. Akkor kell hozzá minden eszköz. Futószalag. Mi ezt kipróbáltuk, nekünk az nyögvenyelős volt. Jó, mondjuk nem volt ennyi, kisebbnél gyorsabb volt bebálázni, tudod. Csak a nagy föld volt fűs. Viszont ekkora mennyiség nem áll lehet, hogy hát a rosszabb tudja. No. Utána azt elhordani 18 fordulóval azért az nagyon sok. Hát főleg az a sok, persze. Akkor mégiscsak ilyesmi megoldás lesz, hogy valamit kitalálom. Majd bálázós technology. Állatszállítás.
a nagy trélerbe, kamionos trélerbe, az erdészetnél, az milyen hosszú fa fér bele? 15 méter? 16? A legnagyobb. Igen. 12, 15 és 20 méter, azt hiszem úgy voltak. Kavarakjam, ide kirakom. Ja, igen, ezek az autolódosok. Aha, az autolódosok úgy vannak. A Naturra voltam kíváncsi, de azt nem érje. Az 12 talán. Nem, az 15. 15-ös. 15-ös a alap. Uh-huh. Kell az a permetező lófasz. Ahogy. Ha megint pénzt akarsz csinálni valamiből? Nem, de hát most ez gyomírtóra minek? Igazából. A szőlőt le kell néha gyomírtozni, hogyha nem múlcsoljuk le, múltkor le kellett gyomírtoznom, képzeld el. Na jó, de én az évvel közé mentem. A sima permetezővel. A sajátjával? Nem, a szétnyithatóssal. Tényleg? Hogy a rájában? Fölemeltem és elfér fölötte. Tényleg? Uh-huh. Kurva anyád. Köcsög. Na, ez igen, itt ezt kell kimondani. Baszki, alig tudtam elhozni a kettőt. Ez a nagy kerekű kéne. Ez kurva jó. Ez elférhet a szőlőtőke fölött? Aha, az pont elfér. Tényleg? A Rubikonra gondolsz, akkor igen. Aha. Másik nem fér el fölötte? Az nem, az alacsony. Elvileg. Ilyet kéne venni, ezt végig lehetne permetezni mindent. Minden földet, mindent. 480 ezer. Nincsen, nincsen helyed, akkor az úgy kicsit matara. Na jó, akkor nem egyszerű. Szarvasmarhákat is tenyészhetnénk, abba is be lehetne vágni, ez is egy mocskos jó pénz lehet meg szórakozás. Vannak itt ötleteim, nem kell izgulni. Még kitart egy 3 évig ez a farming pálya. Az olajbogyóban nem tudom mennyi biznisz lehet. Azzal semmi más nem tud, csak olívaolajat. Vagy eladod azért olajbogyót, ami nem tudom, hogy mennyire éri meg. Sokat nem ad. Olyan baszó kamiont kéne leszedni módba. Uh-huh. Arra mondjuk gondoltam, hogy valami kicsit bikábbat. Hát meg valami faszát, ami jó néz ki. Ezek ilyen nagyon trék. Kilépek, akkor attól te még tudod nyomni, nem? Persze. Megnézem modokban, milyen kamionok vannak. Jó, ha van izé Mercedes Sprinter. Esetleg. Nem kamion, az kamion. Hát most teherautónak van írva, tudod. Jó, oké, hát most na mindegy. Nem kell kötekedni egyből. Lehet kettőből is. Olyan, ami jó néz ki, vagy van köze a mai izéhoz, vagy bármi. Mi a fasz keres itt izét? Kamion. Vagy milyen kamion? Nem kamion, hanem ilyen... Szintrek. Mindjárt mondom ám. Hát ilyen be lehet állítani a traktort, ilyen programozni, hogy mennyivel menjen meg, mit tudom én, tudom, mint a tempomatos dolgok. Hova menjen? Ezek mit keresnek itt a teherautóknál? Hát már az olyan téma. Gondolom. Ilyen fürödt téma. Mm. Ez igen, 99 mérföld. Miért nem kilométerre beírott állat? Power... Amerikai. Várjál, 950 HP, az jó, nem? 1800 HP.
Delivering on Unreal. Kioldható, vagy feloldható, vagy valami ilyesmi. De 95-950-es is lehet, az az alap. Mennyi most 500 körül vannak, igaz? 505-öt ír, de... Van 430 egy másikból, 600 meg 1000-es. És olyan, ami jól néz ki, olyan nincs. Négy nyolcvanas. Hát itt van. Van olyan... milyen ez? Lizard. Van olyan, ami 530, 590, 660, 700, 730. Akkor már lenne valami normális izélye, nem? Ja. Ez 640, de csak fixen 640-es van. Még ez tanker. Ez csak tanker tud. Ja, ez meg billáncsas. 49 ezer literrel 500-as, az mondjuk az gyenge. Ez is sima tanker, ezek ilyen fix puttonyosok. 500-as valami oszkulos szar. Ez a Lizard Dreamline, ez jó lehet. Meg van a Scania ugyanabban. Ugyanaz, csak más a logó. Más a logó. Logó. Logó marad az egész 6-20. Hát van itt lehetőség, hallod? Fiat, van ilyen oldschool-os Fiat, 132. Low. Aha. Hát ez a HP, nem tudom, minek írják azt. Az low erő. Van 83-as is. Ez csak 581-ig. Aucska, das Aucska. 580, az kevés. Attól függ, ha valós 580, akkor nem. Hát itt van úgy, hogy 1000-es, 155 a max sebessége, 18 kerekes. Uh-huh. Gépet tud elhúzni. Ez tűnik a legdurvábbnak. Megfogja, az főtépi az aszfaltot maga mögött. Uh-huh, lehet. Ez is jó, meg ez old school-os, ez kurva jól néz ki. Mondjuk tololappal elég hülyén néz ki. Kamion elejére odraktak, ez az old school-os, ez a régi western filmes, ez a baszott nagy kamion, tehát hosszú is, nagy nyaka van, meg mit tudom én. Ütköző rács, az elején ott van egy hószóró. Gyönyörű. Az igazi fogyatékos. Gyönyörű. 7-10, az se olyan rossz. Azt nem értem, a játékban is van 500-as, akkor miért csinálnak 500-asokat? Hogy hű maradjon a játékban lévő, ez valószínűleg azért. Biztos. Volkswagen, de az is csak 520-at tud. A Volkswagennek van egyáltalán kamionja? Szerintem nincs is. Hivatalosan. Volkswagen. Ja. Jó kérdés. Az a baj ebben a régi típusúval, hogy kurva jól néz ki, de hosszú az orra nagyon. Azért fos lehet ott kanyarogni. Úgy igen, különben az volt az a legnagyobb probléma azokkal, hogy rohadt nagy a fordul.
Hát van ebből a laposból 640-es Iveco, amit ugye érdemes lehet megnézni. Ja, ennyi. Az a 640-es Iveco van. Meg az alján mit láttam? Ez a Scania-t, amit mondtam, hogy 730-ig föl lehet húzni. Lerakjam a szőlőst. Hogy érted? Az újat. Hogy lerakjad? Hát a szőlőfeldolgozót. Ja, szerintem lerakhatod, persze. Van rá cash. 80 ezer csak. Hát dob le. Fölteszem ezt a modot. Ugye be is loggolok, megnézem egy másik mentésbe. 2, vegannál fél 2. Melyik a 10-es a mi mentésünk? 10-es, jó. Ráindítok. Az meg, de nincs kedvem menni dolgozni. Meddig lesznek ezek az éjszakások még? Hát nem tudom, mert most már nincs meleg, ugye a meleg miatt indult, de kurva jó kijött, hogy nem kell, tényleg nem találkozok lófasszal se, tehát én nem is egyedül voltam benne. Úgyhogy hibátlan, tényleg senki nem zaklat, senki nem molesztál. Igazából most az a problémánk, hogy a gyerekek is mennek oviba, azt mondja, és megy dolgozni, egy autó van, tudod, és akkor így... Így most egy kicsit a logisztika miatt egyelőre így vagyunk, aztán majd kialakul. Úgyhogy nem tudom, eddig lesz. Szívem szerint így hagynám, viszont család szempontból ez így nagyjából találkozunk egy órát. Tehát, hogy abból a szempontból szar, viszont így mindenki tud autóval menni mindenhova. Uh-huh. Meg én se találkozok fogyatékosokkal. Most én betettem egy autót, hogy tegyelek teherbe. Hum van! Lehet ez egyebekbe? Betett? Ja, bazd meg, de egy fogyatékos vagyok, miért nem szólsz? Nem aktiváltad. Nem. Hát egybe tudtad, mi a hiba. Miért nem szóltál előre? Kíváncsi voltam, hogy... Ja, kíváncsi volt. Teszteltelek, az szokott lenni a dóna. Azt mondja, hogy kijelölés, indítás, nagyon jó. Hát mondom, ugyanaz a négy kula van, ami szokott lenni. És vagy én basztam el valamit, vagy én nem csináltam jó valamit. Rá kell, hogy fejeljek. Mely a pöcs? Hát bazd meg, mit kell betöltened a Magyar Banknak az adatbázisát, vagy mi a faszom? Mondjuk 130-ba kerül a Scania, és mindjárt nézzük, hogy... Aha, kerekeket is tudsz módosítani, képzeld el. 4x2, 6x2, 6x4, az hogy jön össze? Ja, aha, látom. Vagy a hátsók csak... De ezt nem értem, ez hogy jön össze? A 6x4 az azé. Az úgy van, hogy a 6-ból 4 hajt. 6x2, 4 csak a hátsó 2 emelhető, és nem hajt. 8x2 van, 8x4 van, 8x4 a legnagyobb. Szerintem a 6x4 az bőven. Igen? És azt mondja, hogy motorügyileg 5x30 az alap, és föl lehet tuningolni 7.30-ig. Mennyi? 27 ezer, jól látom? Igen, a motorbeállítás pluszban. Nem is sok. Ez mi? Ja, az eleje. Az eleje. Az igen, aranyanyám, van itt minden. Ez mi? Kerék design. Az a felni szerintem, nem? Wheel design, aha.
Illetve hát nem is a felnőtt már az igazából. Ó, ez a felépítmény. Ez jó néz ki. Ja, legyen benne. Hol van? Hát ha rárakod a tetejére a rajzé szélterelőt, akkor rak bele, nem? Ez mi ez a sárhányó? Sárhányó. Tök mindegy. Rádióantenna, ha főküldjük a hódra, bazd meg, onnan nézd. Jelet küldünk a hódra. Másik oldal is. Kettőt is. Figyeld, hallod, mindegy izének. Mindegy. És meg ott is van egy harmadik, látod? Itt. Nem is. Itt kettő van, meg ott kettő. Mi ez, bazd meg, valami tücsök? Vagy mi a fasz? Ezzel befogod még a nyolc kép is. Oda nézd, négyet, oda is tudsz hátra tenni hatot. Jó van. Be lehet sötétíteni. Igaz, hogy nem hivatalosan. Ugye? De hát mindegy. Mit lehet neki még? Az igen! Oda néz! Jó, hát elejére a suhinak muszáj. Meg lehet ezt baszózni, azt már rendesen, oda néz. Ez timeline. Kérdés, hogy ez mennyire fog tetszeni az egy szervernek. Render autó, oda néz. Az fontos. Így lesz, a cilináljon. Dekorációs lámpák, azok hol vannak? Eleje, nem? Mindjárt nézem. A belsejében. Nem, itt belső. Nézd, az orrán, figyeld. Ja, aha. Gondolom az éjszakai világításnál jön elő. Valószínű. Na mindegy, igen. Ó, ott a tetejét látod? A tetején is van, figyeld. Azt az anyádat, itt van minden. Aha, oda alulra is tesz. Ez igen, igen anyám. Igen, front suspense. Ez nem tudom mi. Frontál. Ja, első kerék hajtás. Vagy valami ilyesmi lehet, nem? És a suspension. Lehet, hogy ezért meg van csinálva valami ezért. Oda néz! A racing! Hadd menjen! Alapszín rózsaszín már? Oda néz a metal. Oda néz! Ha nem mondtad ott, hogy ez valami szar. Kár, hogy rózsaszínben nincs. Igen. Én tudok beleírni. Bele tudom írni, ha hiányzik a izé. Metál rózsaszín. Há, nyomjad. Hát, ez kurva jó néz ki, nem? Uh-huh, az szép. Azt én szoktam rárakni a traktorra. Oda ez. Takonyződ. Amíg az is jó néz ki, bazd meg. Jó, fehérbe kula. Mi van itt még? Hop, nem még. Ez mi? Ja, a hátsó része, hát nyilván ugyanolyan legyen. Ez mi? Ja. Na nézzük már meg, mit tud. 25 jármű, na ennyi. Még egy gépet kell vennünk, és megvan a 25 jármű. Hogy néz ki belül? Ném, már lehet aludni. Uh-huh. És a szarózsák hol van? Nincs itt? Valahol ide tömve az ajtóban nincs. Üggöny, bázzeg, onnan néz. Milyen hangja van, hallod? Nem hallom amúgy, mert... Ja? Űrhangja van. Stabilan megy amúgy. Ugyan érzem, hogy tudom kicsapatni. Olyan, mint egy kicsit lassan gyorsulna. De valószínűleg a súlyt is ugyanegy elhúzza. Ki is próbálom, várja. Fölrakodom itt a
lisztot. Szerintem gyönge a gép. Gyönge? Fölírták a sebességét, vagy valami fiszfasz, de az a gyorsulás az nagyon nem... Gyenge volt, nem? Mondjuk lehet, hogy ugyanavval a sebesség elhúzzám a izét is. Hát az úgy derül ki, hogyha mondjuk egy imapótot teletöltesz, vagy az is jó mondjuk a lisztes. Mindjárt ide jön kec. Annyit váltogat. Azért azt ne bodincs le, ha lehet. Vélemény? Lass, gyenge, nem? Valami olyasmi. Nem mondom, hogy két másodperccel legyen százonna, de... Az így ér. Na melyik volt a másik még, amit néztem? Kilép? Szóval megnézem, miatt még elfelejtem. Terautó, és itt volt valamelyik... Nem? Lizard, ez volt az. Ja, nem ez volt. Tuti átjöttem fel. De volt még egy, ami tud 720-at, vagy mennyit. Ja nem, az izé volt. Ja, az hosszú óra volt, nem? Lehet, hogy hosszú órot mondtam. Iveco 640-es Iveco. Ez az. Fölrakja. Igen, mert ami ezres volt, tudod, az... Hát mondjuk letöltöttem, nem? És akkor max megnézzük. Ja. Az itt volt lent valahol. Hosszú. Van ott lent valahol, Tátra Phoenix. Igen, az, de az csak 460. Nem volt-e, volt ilyen hosszú orrú, ami tudott... Ez az. Ezret. Fölrakjuk. Akkor legalább egyben megnézzük, hogy milyen helyzet. Uh-huh. Oké. Okay. Van lóvé, úgyhogy itt marad. Azt mondja, hogy be kéne kapcsolni, igaz? Lizard, LT, meg Iveco. De miért nincs bekapcsolva a Paint and Terraform? Á, nem tudom. Nem szoktam én a földet, vagy az, amit mindent tudok mókolni vele, az, nem? Hát az arra jó, hogy bárhol tudsz festeni, és meg ugyanúgy a talajt is igazgatni. Nem kell hozzá engedély, vagy valami. Nem kell, hogy tied legyen a föld. Hát bazd meg tényleg, mint egy egész izét kéne betölteni. Uh-huh. Állam kis tárat. Oké, terautó, azt mondja, hogy nézzünk egy Iveco-t, ezt föltoljuk, fúrra. Kereket nem is tudok mókolni. Nem is lett kereket? Na, de nem tudok. Akkor viszont az egy gumit állítsd át, valószínűleg nem. Ja, itt van gumi, látod? Aha. Hát, és akkor ledobja a picibe. És akkor az... Ennyi. 4-2-es alapból. Mert most lesz innen a 4-2-t 6500-ért, látod? Mi a tökömnek van 4-2-es, mármint kerékbeállítási lehetőség, hogyha nincs is olyan mód. Ah, mindegy. Egyszer megnézzük ezt. Meg akkor megnézzünk egy ilyet is. Ezt is főtuningoljuk. Mennyi ez? Akkor 1000-es lett, igaz? Igaz? Kerékbeállítást se tudsz, ez csak a design, nem számít, ez se számít. Ez se. Mi ez a tint window? Ja, sötétítés, aha. Motor grid.
Tök mindegy. Ezek csak kinézetek, jó, akkor emeltek ennyi. Itt elvileg az összes többi csak kinézet. Mennyi fasság van rajta, úristen. Hon van? Itt van, na nézzük egyszer ezt meg. Úristen. Ez jobban indul, mondjuk. Uh-huh. Hopp, hopp! Világosabb, kicsit. Igen, mert nem hosszú. Ez 640, nem? Azt hiszem ez 640-es. Ja, ez billegős. Billegális, nagyon. Mit rögsz? Azért neki mentem, és? Én így szoktam. Ja, így szoktad kikerülni. Ennyi. Hát, ez erősebb, mint az előző. Jobban néz ki. Aha. Ha most, hogy nem tud izélni, 200-zal menni, hát istenem. 90-nál tud menni. 90 az bőven. Hopp, megfogta, láttad? Aha. Jó, hát nem fogsz izélni. 80-nak hát, de én igen. Menni. Látod most is. Na nézzük ezt a szuper csodát. Ez igen. Szőnyeg a plafonon, hibátlan. Ez egy kicsit szaróval megcsinálva az a fém effekt itt hátul, nem? Ez olyan lebutított. Ez az egész traktor egy kicsit, vagy traktor, kamion egy kicsit szar, nem? Ja, ez csak olyan... Rá van tákolva a design az alapra, úgy néz ki. Meg van nyújtva az alváz, bár az se biztos. Ez nagyon Már egyenesbe teszem. Nem megy ez azért. Hát ez is 6 milliót váltogat. Van 200 fokozat a váltóba, de nem tudom minek. Amúgy. Jó. Viszonyjuk a másik, ez még egyszer bepróbáljuk. De ez jobbnak tűnik, nem? Uh-huh. Figyeld a fejét nyaklikán, figyeld? Tudom, azért mondtam, hogy billegős. Egy csak, két csak, felejtsem. Papi, nem erre kell átjönni az uta, nem látja? Ez lesz a legjobb, nem? Valami ilyesmi. Mondjuk a játékban nekem mindig jobban bejöttek ezek a rövid orrú dolgok. Az a kérdés, hogy fölmegy az erdőn, nem ilyen? Fölviszi simán. Persze. Nagyon neccesen billegős. Igen. Hát de elmegy. Jó van, hát ez ennyi. Jó, hát nem mentem el úgyse. Akkor viszont kitörlöm a másik kettőt, meg akkor még föltolom ezt a modot. Hol vannak telepítve, akkor az Iveco volt, ami jó volt, igaz? Ez nem kő. Eltávolítsz ki. És melyik volt? Ez a Scania se volt, jó asszom. Volvo különben nincs. Volvo? Én nem láttam, mint hogy nem néztem konkrétan, hogy Volvo, de valamit találsz, majd főtoljuk. És rányi, hogy gyorsan fődobom ezt a modot. Nem maradjon el. Oké, mod, és mi volt ennek a neve? Nem tudom. Azt meg elfelejtettem. Vagy lehet egy ilyen fogyatékos Iveco, vagy valami ilyesmi, nem? Uh-huh. Nem. Annyi eszem van, amennyi látszik. Iveco.
Iveco. Azt tuti. Csak hogy itt hogy van megjelölve, mi? Iveco Highway. 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 Aha. Highway. Azt mondja, hogy na nézzünk. Le kell állítanom a szervert, igaz? Amúgy is. Csináltam mentést, úgyhogy. Aznak, hogy itt följön minden. És azt kell nekem mondani neki, hogy... Ja, ha, aztán tedd föl. Iveco király. Na, emeltek, fenn vagyunk, úgyhogy akkor startolt a dolog. Aktiváltad? Remélem. Emeltek, betettem. Jó, itt van a... Hát így, hogy betettem az aktív módba. Nem. Tudom, ja, úgy van, úgy aktiváltam, persze. Ugye emeltek, aktiváltam. Nincs is meg a szeró, most el van bukva minden. Hát ebben most kinyírtuk. Így előjön. Ja. Hogyha nézd, hibát nem írt indítál? Nem. Ott van. Azt írja, hogy fönn vagyunk. Úgyhogy akkor az még nem a valós volt. Tehát a játék az még csak most látta azt, hogy eltűnik a szerverre. Igen. Na most tűnt el. Az meg, hogy ilyen lassan működjön egy szerveres dolog, azért az kemény ám. Igen, különben nem emlékszem rá pontosan, hogy a 19-esben hogyan volt, de nem rémlik, hogy ennyit szoptunk volna a keresővel. Mert a szervert megtaláltuk, hogy ott igazából magával a szinkronizálás tartott sokáig néha. Az is gondolom annak, aki bár az itt is sokáig tart, hogyha lassul neted. Tudod mit furcsának, megint 26.600 játék van, most újra belogolok, most már csak 17.400. Hát az... Jó, csak múltkor ugyanígy omlott össze a szerverek. Ugyanezt csinálta. Amúgy. Hát jó, de hát ott nem fog állandóan összeomlani. Dehogy nem. Kinyírjuk a gecbe. De azért kérdeztem, hogy rendesen nem érti hibát a szerver indításnál, mert ha ráfrissítesz az oldalra, akkor elvileg a közé kimutatja, hogy van esetleg valami. Nem ért semmit. Azt írja, hogy server online, és nincsen hiba üzenet. Uh-huh. Úgyhogy... Lehet, hogy múltkor is mi rongyoltuk le az egészet, hogy összeépítgettük. Nem, biztos, hogy nem. Ja, nem, csak vicceltem. Kinyírtuk a pitchbe az egészet. Na, újraindítom egyszer a játékot, az is lehet neki gondja. Most ide is telepítgettem, plusz oda is, tudod? Az mondjuk lehet neki gondja, hogy ide is telepítettem, meg oda is. Ide is, meg oda is, meg oda is, meg ide is. Na, most a hisztisnek megmutatjuk. Anyám. Nem találja meg, de miért nem? Pedig online a szerver. Érdekes.
Esküszöm, ennyit nem izé... Én nem kéne töltenie. Mi a tököm baja van? Nem tudom, kap egy ripert. Megnézzük. Megigazítja a fájlokat, ha kell. Jó, hát innen meg még egy perc kb. De már online. Online. Mondjuk az durva, hogy van már egy rakat modunk fönt, és mindig csak 3%-ig vagyunk betelve. Uh-huh. Ez a 20-25 gigás módpak azért az kemény. Ilyen van. Jó, de hát most ilyet is például ilyen 0,34 megabyte. Igen, de én... Azért hát, hogy hiába raksz föl, nem fogod észrevenni. Ha nem találja most. Na megvan. Igen. Uh-huh. Ja, most bedobta. De nem enged be. És ugyanúgy írta, hogy egy játékos van online. Ugye ezt én nem csinálunk egy olyat, hogy leállítom, és akkor egy újraindítom az egészet. Oké, szép game. Kettő kell, nagyon jó. Látom. Nulla. Ja, most állítottam le az előbb, és indítottam most újra. Úgyhogy most várni kell majd megint egy picit, nem biztos, hogy be tudsz menni. Nem, de azért nem is ezért kapcsolom el, hát ha így észreztél. Na most nekem nem látja, hogyha most lekapcsolódott. Nullába van. Ilyen szerver állítgató tanfolyamot tartunk egyébként. Ja. Egyébként. Moduló és szerver karbantartó stream. Azt kellett volna beírni. Na, nekem már loggol. Hallom, még a régit mutatja. Ja. Akkor lehet, hogy lesz egy játék restartod. Na, úgyis elmegyek szerintem lassan dolgozni. Na, most már jó. Most jó? Most be fog engedni. Megnézem, hogy benn van-e a kamcsi. Igen. Az meg de lassan tölt. Milyen többi játékossal szinkronizálsz, amikor nincs bent senki? Ez is különben, ez is egy fasság. Hát de most leszinkronizálja a másik 6 millió szervernek a játékosaival, vagy mi a szar? Ó, te is erre várunk, hallod? Most 10, 20, 25, 20, 30 mindjárt. Jézus, nem kész. És egyszer csak kész. Tehát rájött, hogy bazd meg, nincs senki a szerveren. Ja, ha benn van, akkor az Iveco. Na, most meg veled szinkronizál, hát ezt nem hiszem. Na, jó van, okés. Nekem legalább már izé. Na, uram, én meg kilépek. Nyomod még akkor jó játékot. Közben elkezdünk mindenkitől. Elmenjünk dolgozni, jók lehetek. Sziasztok, holnap jövünk megint. Úgyhogy addig meg puszi mindenkinek. Ciao. Ciao. Yeah. Thank you.